Innen kocsival rá tudnánk menni a Niagarára. Nem akarunk? Egy kis derdevilkedés? Csak kis lendületet kell venni, nem? Igen, mert ha nem, akkor nem viszel a Niagaráig. Jó reggelt nektek is! Az a helyzet, hogy nem sokára elindulunk innen a szállásról, viszont először hát egy kis rendet kéne tenni. Reggel olvasgattam a kommenteket, és egy komment megütött a szememet, amiben az volt, hogy nem nagyon tűnök boldognak ebbe a vlogokba. Na most erre kontráznék egy kicsit. Ugyanis ez az utazás maga a boldogság számomra. Annyi helyre jutok el, és annyi mindent látok, amire azt hittem, hogy soha életemben nem fogom őket látni. Egyszerűen csak annyi, hogy tényleg ez a napi vlogolás, ez azért fárasztó, és azért is mondtam, hogy majdnem lesz napi vlogolás, mert lesz egy pár olyan nap, amit ki fogok hagyni. Most még bírom, majd amikor lesz olyan, hogy tényleg semmi érdekes nem történik, vagy tényleg nagyon-nagyon fáradt vagyok, akkor nem fogok vlogolni. És egyszerűen 6 órán keresztül vágtam tegnap is a vlogot, ami most renderelődik ki. Még gyorsan fel kell tölteni netre, és utána indulhatunk csak neki. És még ebből az Ábel szoba részlegből egy sima szoba részleget kéne varázsolni. És irány. Pápá Niagara, pápá másik vízesés, aminek nem tudjuk a nevét. De azért te is szép vagy, nyugi. Mielőtt teljesen elhagynánk Niagara Falls-t, még benézünk egy lepke rezervátumba, ami elvileg gyönyörű, na most ez engem nem nagyon érdekel, viszont ami miatt érdekes lehet nekem is, az, hogy teljesen szabadon repkednek bent a lepkék. Nem fog zavarni, hogy a lepkékre rám szállnak, vagy valami. Nézzük ezt meg, biztos érdekes lesz. Utána pedig megyünk tovább, és tényleg elhagyjuk most már itt a Niagara folyó völgyét, meg a Niagara vízesés melletti városkát. És a mai nap egyébként egy utazós nap, nem nagyon érdekes. Miután elhagytuk itt a városkát, megyünk egy outletbe bevásárolni egy csomó cuccot. Nagyon élvezetes lesz. Ez a irónia arcom, nagyon élvezetes lesz, utálok vásárolni. És utána pedig visszamegyünk Torontóhoz, és ott maradunk, és tényleg utazás. De előtte lepke rezervátum. Tehát benn vagyunk már a lepke rezervátumba, és tényleg itt repkednek össze-vissza. Nézzétek, ez a... Így. Hello, szabadon. Úgy hívjuk őt, hogy Sarolta, ő meg a Jászmin. Őt hogy hívjuk, anya? Barnika. Barni? Uh-huh. Jó, hát itt van. Barni, te itt vagy. Cső, Barni. Ők itt most kajálnak. Nekik ez a gyors étterem. De tök durva, mint hogyha nem is izé lepkék lennének. Gyönyörűek. Mint hogyha egy szem lenne ott. Legyen szép napotok, cső! Most az a tervem, hogy addig itt maradok egy helyen, amíg rám nem száll egy pillang. Nem igaz, hogy több ezer lepke van itt, de egy se akar engem. Nem szeretnek szerintem. Rájöttem, hogy mi a baj. Nem nő vagyok. Szerintem ezért nem szeretnek. Elmozdultam onnan, mert már egy-két percet vártam ott és meguntam. Lehet be kéne pólenéznem a kezemet? Aha, most ilyen virágillatú a kezem, hát ha most rászáll a lepke. Lepkuci! Megtaláltuk a falu végi kurta kocsmát. Itt iszogatnak a lepkék.
gyerekek, nézzétek! Megtámadott egy barátom. Megtámadott egy lepke. Te vagy tesóm. Mi a neved? Mi a becses neved? Itt van... Rédi. Itt van Laura. Ez pont a két. Itt van Laura. Na hát gyerekek, megtámadott egy lepke. Jó, nem megtámadott, rám szállt egy lepke. Csak azért volt félelmetes, mert a hónaljam közelébe volt, és igazából, hogyha elengedtem, felemeltem volna, akkor féltem, hogy bemászik a pólomba, azt meg nem akartam. Ez egy nagyon érdekes elválás volt kettőnk között a lepkével, kicsit megijedtem. Nem számítottam arra, hogy el fog menni, amikor elment. Nőkre. Na már vásárolgattunk egy keveset, és nekem én már kaptam egy pár cuccot is, viszont most a csajok vásárolnak már csak, apával egy padon ülünk, és tényleg nem csinálunk semmit, csak a csajokra várunk. Nagyon sok vlogomban elmondtam már egyébként, hogy utálok vásárolni, már ebbe is elmondtam egyszer, hogy utálok vásárolni, és egyébként ezért utálok vásárolni, mert én nagyon gyorsan megveszek magamnak mindent, és utána a csajokra meg egy csomót kell várni. Hát nem a legszerencsésebb, de mindegy, valahogy csak kivárjuk őket. Nem bírtuk, már bejöttünk a Katáékhoz, és még csak most fizetnek. És legalább nem az van, mint a legtöbbször, hogy egy csomót várunk rájuk, és kijönnek üres kézzel. Na, az a legidegesítőbb nekünk. Szintén így 3 nap és egy csomó-csomó turistával zsúfolt hely után hiányzott már ez a csönd és a friss levegő. Olyan jó puha fű, gyerekek! Jó újra, itthon. Tényleg egy olyan vlog volt, amikor nem nagyon történt semmi. Utaztunk, bevásárlás, megint utaztunk, itt vagyunk. És igazából végés a napnak, hiszen már 8 óra van, lassan tusolás, fürdés, vágás, vacsorázás. Úgyhogy ma ennyiben meg kell elégednetek, holnap viszont egy nagyon érdekes napunk lesz. Nagyon-nagyon várom. Csak annyit mondtatok el, hogy... I thought that I've been hurt before. But no one's ever left me quite this sore. Your words got deeper than a knife. Mármint nem ezt akartam elmondani, hanem az, hogy vigyázz, Sean, mert holnap találkozunk. Hogy ez mit jelent, az holnap kiderül. Tartsatok velem holnap is, holnap ugyaninnen jelentkezem Kanadából. Addig is, sziasztok! Baby, feel I can breathe. Shaky, falling onto my knees. And now that I'm without your kisses, I'll be needing stitches.